Zöld Lomberdő lakói. Ezzel a címmel jelent meg nemrég egy óvodásoknak szóló mesekönyv, amit egy pécsi író, Csete Dóra alkotott. A történet 6 kisállatról szól. Mindegyik állat emberi tulajdonságokkal van felruházva, és tulajdonképpen tanító jelleggel írtam ezt is az óvodásoknak. Az a célom vele, hogy a gyerekek is kicsit jobban megismerjék a természetet első körben, és a barátságnak a lényegét is próbáltam kihozni belőle. Az állatok teszik összefüggővé az egészet, a főszereplők, de külön-külön is megállják a mesék a helyüket, 10 darab mese van benne. Mindegyik igazából a természetben is játszódik, illetve a kis állatok házában, és ezek a házak is direkt úgy építettem fel ezeket a házakat, hogy tehát ahol az állatok laknak, ugye a nyuszi az üregbe, a mókus a fán, ez hasonló. De miben is különbözik egy kifejezetten óvodásoknak írt mesekönyv, mint egy más korosztálynak szóló mű? Elsősorban azt gondolom, hogy az óvodásoknak kisebb terjedelmű történetek valók, mert nem tudnak még annyit figyelni egy helybe, úgyhogy ezek ilyen kis rövidebb történetek, illetve az illusztrációk is ugye ehhez kapcsolódnak. Próbáltuk színesebbé tenni ezáltal is, és tulajdonképpen az életkori sajátosságokat is figyelembe vettem, és hát ilyen szituációk is vannak benne, mint például sétálunk az erdőbe, kirándulunk az erdőbe, és hogy nem dobálunk dióval, mert az kemény, és hogy akkor történhetnek balesetek. Tehát ilyesmiket tettem össze a könyvbe. A kedves történetek az erkölcsi és morális értékek átadását is szolgálják, ami Dóra szerint már az óvodásoknak is tanítható. Sőt, én azt gondolom, hogy már a bölcsödés korosztály is vevő erre. Én már a kislányomnak ezt bölcsibe is magyaráztam, illetve tanítottuk az apukájával együtt. Azt gondolom, hogy eddig sikereket értünk el ezzel, és látom azt, hogy a bölcsistársak is fogékonyak voltak erre, és az óvodában meg még inkább, most már ugye idősebbek egy kicsit, és ahogy haladnak előrébb a korral, egyre jobban megértik ezeket a szituációkat, és felfogják, hogy mit miért nem szabad, illetve szabad. Dóra egyébként nem csak író, hiszen egy pécsi iskolában tanítónőként dolgozik. A mesék azonban már régóta érdeklik, sőt, már most is új kiadáson gondolkodik. Írni akkor kezdtem, amikor a kislányommal itthon voltam Gyesen, akkor ugye kicsit több ideje van az embernek átgondolni a dolgait, és ugye ő inspirálta a történeteket legfőképpen, és tanítónéniként ugye elég sok mesével találkoztam már a főiskolán is, meg ugye azelőtt is, és nagyon tetszettek, és úgy gondoltam, hogy ezeket jó lenne papírra vetni, ezeket a gondolatokat, és hát meg is csináltam. A kiadással volt egy kis hát gondom, nem is annyira gondom, inkább segítségre volt szükségem, és ugye ezt is megkaptam így az ismerősök által. Most ez a mesekönyv, ez már a tanítás közben jött létre. Próbáltam a szünetekben, ugye a nyári szünet volt ugye a legnagyobb, de a karácsonyi szünetben is dolgoztam vele, őszi szünetben, ezeket próbáltam kicsit előtérbe helyezni. Most az egyik ismerősömmel találkoztam a hétvégén, a Zsolnai Kulturális Negyedben volt egy ilyen kis koncert este fele, és ott beszélgettünk, és mondta, hogy olvasott régen a mecsekről is ilyen mondákat, és hogy ezeket lehetne egy kicsit a gyerekek nyelvén így lefordítani, és ez nekem annyira megtetszett, hogy mondtam is neki, hogy ha esetleg tud még valami ilyesmit, vagy én is utána nézek, akkor ez ilyen régi pécsi mondákról lehetne egy ilyen kis könyvet összehozni a gyerekeknek. Úgyhogy ez most így terve van, de ez biztos, hogy csak jövőre fog teljesülni.